Tisztelettel köszöntöm Önöket ezúttal Szentpétervárról, egy egészen kivételes helyről, hiszen a Gazprom központjában vagyunk, egy több mint 400 méter magas épületben. Én azt hiszem, hogy ma már kevesen vitatják azt, hogy Magyarország földgáz ellátásának tekintetében az elmúlt években két nagyon fontos stratégiai döntés született, amelyek helyessége azóta bebizonyosodott. Az egyik ilyen döntés volt, hogy orosz, török, bolgár és szerb partnereinkkel együtt megépítettük a török áramlat gázvezetéket. A másik ilyen stratégiailag fontos és helyes döntés pedig az volt, hogy 2021-ben 15 évre szóló hosszú távú gázvásárlási szerződést írtunk alá a Gazprommal. Ez a hosszú távú gázvásárlási megállapodás és ez a biztonságos déli szállítási útvonal a garanciája jelenleg annak, hogy Magyarország földgáz ellátása a rendkívül nehéz geopolitikai környezetben is folyamatosan garantált és stabil. Mai napon Alexei Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával folytattunk nagyon hosszú, majdnem 3 órás megbeszélést, amely megbeszélésen áttekintettük a jelenlegi európai energiapiaci és energiabiztonsági helyzetet. Örömmel mondhatom önöknek, hogy Magyarország földgáz ellátása továbbra is stabil és biztonságban van. A Gazprom teljesíti a 2021-es szerződésben vállalt kötelezettségeit. Törökország, Bulgária és Szerbia pedig megbízható tranzit országként viselkedve folyamatosan biztosítják az Oroszországból származó gáz Magyarországra érkezését. A tavalyi esztendőben a török áramlaton 5,6 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, az idei esztendőben pedig a mostani napig már 4,8 milliárd köbméternél vagyunk, tehát látszik, hogy a déli szállítási útvonal jelentősége egyre nagyobb, a déli szállítási útvonal biztosítani, garantálni tudja Magyarország földgáz ellátását. Ennek köszönhetően Magyarország felkészülése az előttünk álló hónapokra, amit fűtési szezonnak neveznek, európai összevetésben is nagyon jól áll. Európa éllovasai vagyunk, tekintettel arra, hogy a földgáztárolóink töltöttségi szintje 89%-ot ért el. Ez azt jelenti, hogy a mai napon a földgáz tárolókban található gázzal az éves földgáz felhasználásunk 57%-át már fedezni tudjuk. Hogy világos legyen, hogy az európai összevetésben mit jelent, az európai átlag 27%, ehhez képest Magyarországon pedig már az éves földgázfogyasztásunk 57%-át betároltuk. Ez azt jelenti, hogy Magyarország földgázellátása a Gazprommal kötött hosszú távú szerződés értelmében biztonságban van, a Gazprom elkötelezett a szerződés betartása mellett, és elkötelezett a Magyarországgal folytatott együttműködés folytatása mellett. Ugyanígy vagyunk ezzel mi is, ez egy kölcsönösen előnyös megállapodás, amelyet mi semmilyen módon nem akarunk feladni. A földgáz vásárlása Oroszországból semmilyen módon nem tartozik szankciós intézkedések alá, és a mi célunk egyértelmű, Magyarország energia ellátását biztosítani akarjuk, és biztosítani is fogjuk, és nem fogadunk el semmifajta korlátozást erre nézvést. Mai napon tehát ezt a jó hírt tudom megosztani önökkel, folyamatos a földgázszállítás a déli útvonalon Magyarország irányába. Az éves fogyasztás egy jelentős része már be van tárolva, így tehát a magyar gazdaság működtetéséhez és a magyar háztartások fogyasztási igényének kielégítéséhez szükséges földgáz most és a jövőben is rendelkezésre áll, és rendelkezésre is fog állni. Ennyit innen Szentpéterváról, köszönöm tisztelettel a figyelmüket!